milyen barát vagyok én? Hogyha nem az lenne a normális, hogyha az ember barátja kér tőle valamit, akkor azt legjobb tudása szerint teljesíti önzetlenül, hiszen erről szól a barátság, és tök egyszerű dolgot kért Olivier, hiszen csak néhány emberre volt szüksége, és még ez sem sikerült. Mondjuk, ugye mentek a castingok, nagyon pöpecül Olivier csodálatos vezetésével tökéletesen lezajlottak, csak még kellett volna pár ember, és sajnálatos módon már túl elfoglalt volt, nem volt rá már ideje, muszáj volt besegíteni, ekkor kérte a segítségünket, szóval a haszontalan Dominika ráadásul, vele kellett együtt dolgoznom, szart bele az egészbe. Tehát, hogy egy fűszálat nem képes arrébb mozdítani egy másik emberért, hogyha az nem áll érdekében. Nagy nehezen rávettem, hogy menjünk el erre a rettegések éjszakájára. Csodálatos lehetőség volt, hiszen tele volt attraktív emberekkel, akiket tudtunk volna alkalmazni, csak az sem működött. Egyszerűen nem. Egyedül nem tudok csodát tenni, és megpróbáltam mégiscsak egyedül csodát tenni, de azóta úgy érzem, hogy a mentális egészségem, hát az nincs. Tehát, hogy így nem létezik. Az interneten kezdtem el emberek után keresgélni. Olyan bugyraiba keveredtem az internetnek, aminek eddig a létezéséről sem tudtam, és ez teljesen tönkretett. Úgy érzem, hogy lelkileg megsemmisültem. Már annyit hazudtam, most már nem fordulhatok vissza. Annyira jó itt lenni, el se tudom mondani, mintha csak hazajárnék. Mi lenne, hogyha most már tényleg hazajárna? Nem muszáj már itt lennie. Dehogy nem, hát... Véget ért a bíróság által kiszabott terápiás üléseinknek a száma. Hát de ezt ki mondja? A bíróság. És hol vannak erről a papírok? Azt megkaptuk mind a kettőt. Én nem láttam. Na, mesélem is, hogy történt. Szóval, jaj, honnan kezdjük? A munka nagyon izgalmas mostanában. Kicsit stresszes volt az utóbbi idő. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert a fölöttünk lévő irodában most már nagyon régóta zajlik ez a felújítás, és kicsit idegesítő, ahogy vésnek, de nem is talán... Nem is ez volt a legnagyobb sok hatás. Tudja, csinálok most egy műsort, biztos mondtam már, hogy csinálok egy műsort. Már rengetegszer említettem. Ez a műsor, ez zseniális lesz, egyszerűen zseniális, és hát nagyon sokat dolgozunk vele, ami azt illeti. Most volt, pont mostanában volt a casting is, igen. És hogyha jól tudom, akkor nem egyedül dolgozott ezen a castingon, hanem kért segítséget. Persze, hogy kértem. A két legbüdösebb fejű cimborámat hívtam el erre a rendezvényre. Bizonyán persze csak felváltva, mert ketten együtt azért nem az igaziak, de így külön-külön zseniális volt. Sőt, utána még rájuk is bíztam valamit, de őszintén szólva, erre már egy kicsit nem emlékszem, mert mostanában annyi feladat, annyi, de annyi dolog tornyosul rám. El tudja képzelni egy napomat? Tudja, hogy milyen kegyetlen egy főszerkesztő napja? El is mesélem, nagyon durva.
reggel bemegyek az irodába, hát már az önmagában, hogy egyáltalán bemegyek, megérkezek meg ilyenek, hát mert tudja, hogy mik szoktak történni az utcán? Rémes, hát mostanában nem tudok úgy végig menni a rakparton, hogy ne lépjek bele egy adag kutyaszarba. Na mindegy, nem ez a legfontosabb. Bár mondjuk az is igaz, hogy azokat az embereket, akik nem szedik össze a kutyájuk után a szart, bizony meg kéne bírságolni. Na de mindegy, visszatérve. Szóval jövök be az irodába, tudját, akkor a reggeli megszokott rutinomat azért el kell, hogy végezzem, ez nagyon gyorsan megvan, pikk és pak. Aztán utána, amikor úgy elrendeztem a reggeli dolgokat, akkor át kell, hogy menjek, és ugye a napi teendőket összegezni kell, akkor ki kell, hogy osszam a szerkesztőségnek a feladatokat, tehát ugye különböző más egyéb ilyen csapatépítő rendezvényeket is meg kell szervezni, és hát arról ugye ne is beszéljünk, hogy hát ez miatt az új műsor miatt, tehát annyi, de annyi plusz adminisztratív felelősség van a nyakamon, hogy egyszerűen néha már azon gondolkozom, hogy bír el egy ember ennyi feladatot. De hát látja, itt vagyok, elbírom. Mit tud tenni az ember? És mentálisan valahogy teljesen más spektrumában vagyok mostában. Tudja, nem az a meditációs módszer, amit mondod, de egy egészen más módszert kipróbáltam, és vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolnám, hogy már-már működik is, úgyhogy azért csak nem mond olyan butaságokat. Na de visszakanyarodva az eredeti témához. Nem tudom. Nem hiszem. Biztos, hogy nagyon csalódott lenne. Nem tudom, hogy még akarná a barátom lenni. Ezt most így rendesen elcsesztem. Nem tudok tükörbe nézni. Nem tudom, hogy hogyan tovább. Van esetleg valami tanácsa, hogy... Azon kívül, hogy, tehát, hogy hogyan oldjam meg. Ennyi. Ha legközelebb találkozik vele, csak... Mondja el neki. És ez maga szerint működne? Biztos vagyok benne. Végül is ennél rosszabb már nem lehet, ugye? Jó. De egészen gyerekkorunkra nyúlik vissza a barátságunk, szóval abszolút nem vagyok, csak tudja, mégis annyira fura. És hát, nos, ugye megkértem ezekre a feladatokra, és... Azóta olyan, lehet, hogy berágott rám, lehet, hogy fizetnem kellett volna, lehet, hogy több pénzt kellett volna adjak, mint a semmi. Lehet. De hát én azt gondoltam, hogy ez egy baráti szívesség, csak tényleg olyan fura. Hát most már több, mint 2 hete, és mintha kerülne, mint hogyha nem szívesen köszönne nekem. Úgy néz rám, mint aki szellemet látott, vagy aki undorodik valamitől. Szóval teljesen tanástalan vagyok. Félek, hogy egyetlen egy rossz lépés, és a barátságunknak annyi. De hát közben ott van a másik, a Dominik, hát az meg ugye, hát annak, hát az... Na hát érti, hogy miről beszélek, ugye? Mi lehet az oka annak, hogy a bende kerül? Hogy a munka terhe, hát milyen terhe munka az, hogy gyönyörű fiatal lányokat kell nézni egész nap? Ez terhes valakinek? Én nem tudom, hogy csak egy terhes. Magának terhes lenne? Na ugye? Hát hogy lenne? Az én bende barátomnak, hát nem ismeri, hát a bende egy macsó. Na elmesélem, hogy hogy van. Szóval. Úgy történt, hogy egy középiskolába jártunk. Nos, eredetileg én igazából a Korina mellett ültem, ő pedig egy új lány mellett ült volna, hogyha az új lány nem hátraül. Na, lényeg a lényeg, hogy a bende az egy igazi macsó volt. Először a kalandja, hát, hogy is talán az lenne a legjobb, hogyha a legelejétől kezdenénk. Szóval először együtt volt Esztivel. Eszti egy igazi keménykötésű focista csajszi volt, de bennél nem volt elég. Úgyhogy közben félrekavart Zsófival. Zsófi, ő pedig a pasi faluban. Lassan kifutunk az időből. Azért mondom gyorsan. Szóval, miután a Zsófival összekavart, megtudta az Esztét, és aztán utána, amikor az Esztét végül szakított fel, akkor utána elment az új lányok között, az új lányok közül senkinek. De aztán akkor összejött a Barbie-val, amikor a Barbie-val összejött, akkor utána a Rossi féltékeny lett, de hát a Rossi nem jöttek volna össze Bendivel, mert a Bende volt a macsó, ő pedig ugye a lúzer. Na és akkor ezután, amikor a Barbie-val utána szakított a Bende, és a Bende utána titokban megcsalta a Rossival a Barbie-t, és a Barbie megtudta, hogy a Rossival megcsalta a Bende a Barbie-t, és akkor hát ebből lett aztán az esküvő. Na de az esküvő után jöttek csak az igazán izgalmas részek, mert amikor a Bende utána az esküvő után, utána kiderült, hogy nem is a Rossival feküdt, mint a Zsófival összekavart, és aztán utána a Dominikával, és
ez elkult, és aztán kiderült, hogy a Zsali halkult, ez egy aztán olyan rossz a végére, semmi nem tudod, de aztán megtudtuk a végére az elejéről, hogy aztán az esküvőn, ott bizony, izany, ő a Zsalival feküdt le, de aztán a Zsali terhes lett, és aztán a Zsali elbetélt, és aztán nem tudtuk, hogy akkor kitalálni, kinek a gyerekét vetélt el, a Bebinek a gyerekét vetélt el, vagy esetleg a Rozi nem tudott erről semmit, aztán utána. És nagyjából így értünk el mostanra. És ez most miért fontos a kettőnk terápiás beszélgetésével kapcsolatban? El is mondanám. Szóval, amikor a Bendit megismertem, akkor kezdődött az egész. Tökéletesen emlékszem rá, egy májusi nap volt, sütött a nap, hét ágra katatanárnő ott sétált előttünk, de akkor még nem tudtuk, hogy ő lesz az osztályfőnökünk. Csacska kis történet. Meséltem már magának katatanárnőről. Katatanárnő egy angyal. Úgy gondolom, hogy gyerekkoromban szerelmes is voltam belé. Volt egy alkalom, amikor irodalom órán, mert hogy ő helyettesített, mert igazából történelmet tanított. Én amúgy a történelmet is nagyon szerettem, de valahogy az irodalom közelebb állt a szívemhez, de katatanárnő sokkal jobban szerettem, mint Melcsi nénit. És nem is meséltem még, de Melcsi néni előtt volt az első irodalomtanár, mert nem emlékszem a nevét.